Országos szinten is egyedülálló alkotások, így már csak a reklámerejük miatt is érdemes lenne felújítani az egykori Gábor Áron laktanyas graffitóit, Ludwig Zoltán festőművész szerint. Az épületet ugyan kívülről rendbe tették, de a fali képek javítása elmaradt. Ludwig Zoltán stábunknak azt is elmondta, az állványozás nem lenne olcsó, de a graffitók restaurálását minimális forrásból meg lehetne oldani. 1932-ben Meggyaszai István tervei alapján készült a Gábor Áron tüzérlaktanya. Az egykori legénységi épületet díszítik a honfoglaláskori jeleneteket megidézős graffitók. A fali képeket Kaciáni Aladár készítette. A festő munkásságát bemutató adatbázisban Móricz István fotóin keresztül láthatók az alkotások. Sajnos állapotuk meglehetősen leromlott. Én ezeket a fotókat 2015-ben készítettem, és néhány év múlva, azt hiszem 17-ben, Dénes Sándor polgármester úr nekem személyesen meg is ígérte, hogy ugye az épület felújításra kerül, és ezek az alkotások is, ami helyi értéket képviselnek, hiszen benne van a helyi értéktárba is, hogy ezek felújításra kerülnek, de hát ahogy nézem, azóta se történt semmi sajnos. Ludwig Zoltán korábban készített graffitókat, ráadásul a festőművész az egykori Gábor Áron tüzérlaktanyában volt katona. Mint azt stábunknak kiemelte, Kaciáni Aladár ügyeskező művész volt, hiszen nagyszerű munkát végzett a fali képekkel. Ez a technika ma már nagyon ritka, Európában szinte kizárólag csak Bulgáriában használják. A graffitó technika egy viszonylag egyszerű technika, de mégis nagyon nehéz, mert a megvalósítás úgy történik, hogy különböző színű vakolatokat kevernek ki, 2-3-4 szint, ahogy a vázlat vagy a terv megadja, és ezt úgy kell fölvakolni egymásra, hogy utána vakarásra kerül a felület. Tehát kivakarják mindig azt a szint, ami kell. Hát az a nagy baj vele, mint a freskóval is, hogy nagyon nehéz befutni ezt az időszakot, tehát ha megszárad, akkor már nem lehet tovább csinálni. Legutóbb 2008-ban foglalkozott a Kanizsa újság a megmentésre város graffitókkal. Akkor Balogh László, mint bizottsági elnök úgy fogalmazott, meggyőződése, hogy az ingatlan értékesítése során is meg kell védeni a fali képeket. Az egykori laktanya ma egy Preksen László által vezetett cég tulajdonában van. Kerestük a vállalkozót is, akitől megtudtuk, készült pontos tervezet az alkotások felújítására. Szerettünk volna interjút is készíteni Preksen Lászlóval, de az első egyeztetésünk óta nem reagálta megkeresésünkre.